megnyitotta egy kiállítással egybekötve az év formaterve versenyt a Brit Design Múzeum. A pandémia, a klímaválság és a társadalmi igazságosság urai az idei, immár 13. alkalommal meghirdetett megmérettetést. A kiállított tárgyak között van az önfertőtlenítő kilincs, vagy a szúrásbiztos mellény, amit Banksy tervezett és a Glastonbury Fesztivál énekese viselt. Számomra ez egy sokkal összetettebb kép arról, hogy mire képes a formatervezés, mondja a kuratórium egyik tagja. A jó dizájn értelmet ad annak a kontextusnak, amiben van, legyen szó akár digitális, akár hagyományos formáról. Azért jön létre, hogy valóban változást teremtsen a világban. Az idei szemle egyik ihletője egy felmérés, melyből kiderült, hogy az amerikai lakosság 60%-ának nincs menekülési terve. A kiállított tárgyak egyike például egy túlélő doboz. A szervezőknek ugyanakkor céljuk, hogy közelebb vigyék a formatervezés világát az átlagemberekhez. Egy olyan válságban élünk most, amiben fontos, hogy a gyártás visszatelepüljön Franciaországba, vagy éppen az adott anyaországokba. Elindult a design demokratizálódása. Egy folyamat azért, hogy a tervezés mindenki számára hozzáférhető legyen, mondja a U-Factory társalapítója. Tehát feltalálók lehetnek akár a szomszédban is. Olyan emberek, akik maguk találnak megoldásokat az őket érintő problémákra, elfogadják a tervezők módszereit és gondolkodásmódját. A kiállítás több mint 70 tételből áll. Minden kategóriát a szakterület szakértői bírálnak el. Győztest a hónap végén hirdetnek.